A vásárlói kör kialakításában én egy korábbi fóliát hoztam most itt nektek, amiben az előbbiekhez csatlakozik tulajdonképpen a személyes használat, aztán folyamatosan beszélgetni bárkivel, akárkivel, bárkivel és mindenkivel az egészségünkről. Tehát egyszerűen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én ezt ezzel kezdem, hogyha beült valaki mellém az autóba, akkor olyan Isten nem volt, hogy Győrből Budapestig ne hallgatta volna végig, hogy miért jó neki az a termék. El is adtam neki. Tehát igazából az emberek megvették a termékeket, mert érezték azt, hogy én mesélek valamiről. Én nem tukmáltam, egyszerűen beszéltem a saját tapasztalataimról. És az embereket érdeklik a történetek. Az embereknek történeteket kell mesélni, mert az emberek a történetek miatt kapcsolják be a tévét. Ha nem lenne történet a tévében, nem kapcsolnák be. Az emberek a történetek véget vesznek könyvet a kezükbe, mert a történetet akarják tudni, és kíváncsiak. Miután az ember kíváncsi és történetre vágyik, ezért nekik ki kell elégíteni a kíváncsiságokat, és el kell mesélniük a te történetedet. Ennyi. És akkor ezzel be is zárhatnám az internetet, mert igazából elmondtam mindent ezzel. Aztán annyi táplálkozási anomália van, hogy erről bőven tudsz beszélgetni az emberekkel, hogy milyen problémák vannak az emésztéssel, stb., és hogy miben tud segíteni a kanabiszolaj. És akkor itt ugye a baráti kör érdeklődése, rendszeres ajánlások mások részéről, interneten bukkannak rám, rendszeresen keresnek meg. Ma reggel, december óta érdeklődött az egyik nagyon-nagyon régi kapcsolatom, hogy tudnék-e segíteni, mert hogy ő Svájcban, a patikában vette mindig a kanabiszolajat, de most nem tud eljutni a szüleihez, ezért megtenném-e, hogy akkor innentől fogva nálam vásárolná, és akkor beregisztráljuk a szülőket, és akkor ők majd maguknak megrendelik tőlünk. Ugyanúgy svájci termék. Ugyanaz a svájci termék, csak egyszerűen annyi, hogy online kiszállítjuk neki, és happy ennek köszönhetően. Tehát még Svájcból is felhívnak engem, hogy Magyarországra szállítanék-e ki. Aztán folyamatosan felmerülnek ugye a kérdések, nem is akarok erről beszélni, és a heti rendszerű nyilvános előadások tartása. Ezekre érdemes koncentrálni egy kicsit, Budapesten a Gáborék tartják ezeket az előadásokat, sokkal többen is lehetnének, mint amennyien ott vannak hétről hétre. Nekem is volt szerencsém ott előadni, nagyon köszönöm a Gábornak a meghívást, és nagyon szívesen tartottam meg az egészséggel kapcsolatos előadásomat, viszont nagyon sajnáltam, hogy csak egy olyan 8-10 voltunk akkor, pedig ez lehetne tele is ez a terem, sőt, lehetne az is, hogy 50-60 fős termeket töltünk meg hétről hétre. Ez mind csak azon múlik, hogy mennyi embert hívunk meg oda. Aztán, ha nem akarsz online rendezvényekre menni, akkor, vagy nem akarsz ilyen rendezvényekre menni, akkor lesznek online rendezvényeink, online meg tudod nézni ezeket az előadásokat. Ha az üzleti lépéseket teszünk tovább, akkor miből tudunk kialakítani ügyfelet, illetve partnert? Az első, hogy a személyes használat miatt valaki olcsóban akarja megvenni a termékeket. Persze, akkor itt van lehetőségedben áll, 69 euró ennek a regisztrációja, a jövőben valószínű, hogy lesz egy kedvezőbb, de ez még nincsen lefixálva, egy kedvezőbb két hónap vagy két fél évre bontott ár is lesz majd a jövőben, de mindenképpen megmarad ez a regisztrációs díj, és ezen felül viszont 10%-kal azonnal olcsóban tudja megvenni a termékeit. Nekem most úgy van egy partnerem például, hogy vevőként csatlakozott, és aztán egyszer csak arról beszéltünk, hogy hát persze, jó, olcsóban is meg tudná ezt venni, és nagyon komoly forgalma van hónapról hónapra. Én abszolút büszke vagyok rá, mert valaki, aki teljesen nulla információval, de teljesen nulla információval, hónapról hónapra 500 pontértékben vásárol magának, a család mindenki használja, és a barátok is általa szerzik be. Tehát ő annélkül, hogy tudta volna ezt az előadást, tökéletesen működtette a rendszert. Neki el se kellett ezt magyarázni, egyértelmű volt, hogy náluk mindenki használja. És miért a hempmédet? Azért, mert kipróbáltak 4 másik félét, és egyikkel sem voltak annyira elégedettek, mint ezzel. Tehát mindenre van példa. Aztán mellékes jövedelmet kíván szerezni. Nagyon sokan vagyunk most, akiknek nem lesz munkája, nagyon sokan vagyunk, akiknek, ha van is munkája, fizetés nélküli szabadságra küldték el.
Hát köszönöm szépen, hogyha nekem a szomszédom például bankban dolgozik, bankban. Tehát nem hiszem, hogy a leggázabb munkahely lenne, már egy anyagi szempontból a banknak annyira nem, nincsen kevés jövedelme, és fizetés nélküli szabadságra küldték el. Egyszerűen nevetséges. Hát akkor ő neki nyilván mellékesen kell jövedelmet szereznie. Vagy eleve hálózattal rendelkezik, de elégedetlen a jelenlegi helyzetével. Ilyenre is van példa az én csapatomban. Nem fizették ki, vagy rossz volt a társaság, stb. Stb. Vagy nem volt megelégedve a termékekkel, minőségével. Aztán valaki, aki szeretne mondjuk fejlődő piacokra bejutni, vagy innovatív termékekkel foglalkozni, hát ez aztán tényleg egy olyan piac, amin hatalmasat lehet növekedni. A cannabis termékekben óriási piac van, majd mindjárt egy kitekintést adok erre. Vagy egyszerűen nagyban gondolkodik, és egy európai szintű terjeszkedésben gondolkodik. Mondok egy példát, évek óta visszacseng a fülembe egy barátomnak a hangja, ő azt mondta, hogy figyelj Zsolt, te mit egerészel Magyarországon? Egyszerűen nem tudnak az emberek nagyban gondolkodni. Miért nem gondolkozol nemzetközi üzletekben? És azt mondtam, hogy egyszerűen szeretek itthon lenni, szeretek itthon dolgozni, de ő is elmondta, hogy figyelj, Hongkong, hát nem tudjuk kiszolgálni. Annyi rendelés van, nem tudjuk kiszolgálni. Nyilván egy kicsit el kéne gondolkodni, hogy Európában hány országban vannak magyar lakosok. Én pont a napokban gondolkodtam azon, hogy a Facebookon, hogy lassan már nem látok olyan embert az ismerősem ismerősei között, meg a 50. mélységben, ahol ne lenne legalább egy kapcsolódó ismerősünk. Tehát nem tudok kiragadni sehonnan sem, ahol legalább egy ismerősünk ne lenne közös. Kiket keresünk föl feltétlenül? Hát ez egyértelmű, ez a fólia, az orvostól kezdve aztán mindenki bezárólag. Tehát nem is kell felolvasnom, orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, egészségügyi dolgozók, ez azt hiszem, hogy most teljesen egyértelmű. Aztán a természetgyógyászok, kineziológusok, én magam is végzett hipnotizőr vagyok, lélekgyógyász, és aztán táplálkozásban is adok tanácsot. Nem vagyok dietetikus, viszont nagyon sokan keresnek meg ezekkel a dolgokkal. És lehet sorolni tovább, edzők, trénerek, ne hagyjátok ki ezeket az embereket, mert mindegyik az Instagram világában, tehát most az Instagramon akárhova tekersz, mindenhol önjelölt, tuszik, hirdetik a nem tudom milyen krémeket, arckrémeket, és amin teljesen ledöbbentem, ma reggel jött egy ajánlás nekem, és nézem a képet, és a hölgy egy cannabis krémet mutat be, egy fizetett hirdetés volt természetesen, tehát ő rajta keresztül, hogyha ezt megszerzed, akkor ez egy fizetett poszt volt, és vagy reklámposzt volt, és egy sima hétköznapi cannabis krém volt, hétköznapinak nem mondanám, egy elég drága termék volt, amit lehetett kapni a valamelyik bevásárlóközpontban. Teljesen megdöbbentett engem. És igen, és reklámozza, és hirdeti, és kedvezményt ad, és teljesen mindegy, csak rajta keresztül menjen. És 102-féle más terméket árul, mert őt nem érdekli az, hogy milyen terméket árul, őt csak egyetlen egy érdekli, hogyha rajta keresztül vásárolnak, akkor azért több pénzt kap, csilingel a kassa. Ennyi. Itt ezekkel az emberekkel együtt dolgozva viszont igazából ténylegesen tudsz tenni az emberek jólétéért is, és mellékesen, vagy nem annyira mellékesen pénzt is keresel vele. Aztán haladjunk mondjuk tovább egy kicsit az anyagi világba, vagy a pénzvilágába. Miért jó ez bárkinek, mint tevékenység? Egyrészt azért, mert egy egészségesebb alternatívát kínál bármihez hasonlítva. Tehát ha csak azt nézem, hogy egy reklámot, megint csak egy másik reklámot láttam, és azt hirdette egy cikk, hogy magyar orvos feltalálta, és az orvosi Nobel-díjra jelölik, mert hogy feltalálta a vérnyomás csökkentésnek a leghatékonyabb ellenszerét, majd oda volt írva cannabis oil. És csak néztem, és azon gondolkodtam, hogy itt most valaki viccelődik velem, ez valami átverős sztori, vagy miről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy valaki reklámozza magát, és egy cannabis olaj kapszulát értékesít, és ezt az egyik legusztustalanabb módon, de csinálja.
ehhez képest egy sokkal jobb alternatívát tudunk kínálni. Aztán az, hogy természetes készítmény, stb. Ezeket föl sem akarom olvasni, mert nem akarom az időt rabolni ezzel, de tényleg egy újabb jövedelmi potenciál lehet